Tolna megyében Szekszárdon, a második kormányablakot adtuk most át néhány perccel ezelőtt. Összesen a megyében ez most már a 10. kormányablak. Eddig 9 kormányablaka működött a megyének. Érdekesség a számok tükrében, hogy a 9 kormányablak több ügyfelet fogadott, mint amennyi a megye összes lakossága még a pandémia évében is, most 2020-ban. Az a célunk természetesen, hogy a kormányablak rendszert azt tovább fejlesszük. Összességében még az idei esztendőben el szeretnénk jutni a 317-es számhoz. Ezt azzal tudjuk elérni, hogy több okmányirodát átalakítunk még az országban kormányablakká. Összesen 2 újat hozunk létre, és a többi pedig okmányirodából fog létrejönni. Ugyancsak cél természetesen a legfontosabb, hogy a kormányablakokat minél jobb megközelítéssel, összességében 15 kilométeren belül ma már Magyarországon mindenki kormányablakot elér, és ott az állammal való találkozási pontként az ügyeit el tudja intézni, minél hatékonyabb, minél gyorsabb módon, lehetőleg egy ablakos ügyintézés formájában.